Magyarországon évente 2-2,5 millió fenyőfát értékesítenek, hogy abból december közepén karácsonyfa legyen. Ezek nagy része magánszemélyek otthonába kerül, de közterületen, cégeknél, iskoláknál és egyéb intézményeknél is találkozhatunk velük. Ezeket a fákat külön erre a célra létrehozott ültetvényeken haszonnövényként termesztik. Magyarország legnagyobb fenyőtelepei Zalavas és Somogy megyében vannak, közel 3000 hektáron. A hazánkban termesztett majdani karácsonyfákat december elején kezdik vágni, bár vannak üzletek, ahol már november közepén árusítják. A trendek azonban változtak az elmúlt évek során. A vágott fenyőt azt azért mindenki előszeretettel keresi, mivel hogy az árérték arányban most már a normandok is elérhető árba kerültek, ezért most már megváltozott a régi szokás, inkább sok mindenki átáll arra, hogy normand fenyőt vásárol, ennek egy hátránya van, hogy nincsen fenyőillat. Annyiban viszont jobb, hogy könnyebb feldíszíteni, ugyanis nem szúr. Töves fenyő esetében elég sokan, akik már arra döntésre jutottak, hogy töves fenyőt vásárolnak, akár azzal a céllal, hogy majd kiültetik, tovább nevelik a kis saját kertjükbe, vagy felajánlják valahova. Úgyhogy nagyon sok azért a töves fenyőből is azért a fogyás. A méretben szerintem megváltozott az ember a felfogása, ami befér éppen a szobába. Ez lehet, hogy mondjuk egy ilyen 1,70, de akinek van úgymond helye, az a simán a 2-2,50-es méretet is beteszi. Ez 2 évvel ezelőtt változott meg, tehát 2 évvel ezelőtt inkább a kisebb és a középső méret volt az, ami az eladásnak a mennyiségét adta. Ez már a tavalyi évben is elég jelentősen megváltozott, hogy az 1,50, 1,75, 2 méteres az rendkívül gyorsan elfogyott. Idén az előrejelzések szerint a lucfenyő méterenként körülbelül 3000 forintba, az ezüstfenyő 4-5000 forintba, az egyre népszerűbb Nordman pedig 6000 forintba kerül majd. Sok helyen azonban darabárat határoznak meg az eladók, így előfordulhat, hogy az utóbbi típusból egy 2 méteres példány akár 30000 forintba is kerülhet. Az eladók egyfajta környezettudatosságot is megfigyelhettek a vásárlók körében. Sokan vannak ugyanis, akik sajnálják a vágott fenyőt, a tövessel viszont nem tudnak mit kezdeni az ünnepek után, ezért számukra már elérhető a kölcsönzés is. Van egy olyan 30 darabnyi körülbelül, amit kijelölünk az állományunkból, és ezt ugye, ameddig a készlet tart, addig van ez a kölcsönözhető fenyőfa, ez töves fenyőre vonatkozik, ugye ennek is a kölcsönözhető fenyőknek megvannak a szabályai, hogy csúcsdísz nem teszünk rá, égősort minimálisat, bent ugye be kell szokatni a fenyőfát, illetve locsolni kell, és a megfelelő állapotban tudják visszahozni, akkor ugye nálunk most a kampány keretében úgy van, hogy először kifizeti teljes értékében a fát, amikor visszahozta és le akarja vásárolni, akkor a fának a fele értékét tudja levásárolni. Tehát kvázi 50%-ban van neki a fa, és utána még el tudja költeni a másik 50%-át kiegészítőkre, szobanövényre, bármire. A koronavírus hatása azonban itt is érződhet. A híradónk által megkérdezett üzletben attól tartanak, vissza fog esni a vásárlási kedv ebben a szegmensben is. Azok az árusok pedig, akik ilyenkor idény munkásokat foglalkoztatnak, attól tartanak, hogy a járvány miatt kevesebben mernek ilyen jellegű alkalmi munkát vállalni.